nem csak Magyarországon, hanem Brazíliában, Lengyelországban és Szlovákiában is megpróbálták befolyásolni a választásokat amerikai pénzekkel. Egyebek mellett ez is kiderült abból a videóból, ami a napokban került fel az egyik közösségi oldalra felvételen az Action for Democracy vezetője lényegében bevallotta, hogy Soros György adta a dollármilliókat a magyar baloldalnak, és már is jönnek a részletek, megérkezett újabb vendégünk. Ilyen, köszönjük Csaba, Póca István van itt velünk, a Batjányi Lajos Alapítvány szakmai program vezetője, a beszélgető partnerem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A megengedi idézek el két elég beszédes, vagy inkább azt mondom, hogy egy elég beszédes mondatot ebből a videóból, ugye, Korányi Dávid, az Action for Democracy képviselő felé Hangzik el a kérdés, az ellenzéket támogatják, ez koncepció, itt hangzik a kérdés, mire Korányi Dávid azt feleli, hogy hát ezt soha nem fogjuk kimondani, nem reklámozzuk. Idézet vége. Ugye ezt hangzott el tehát korányi Dávid szájából ezen a bizonyos videón, ezek szerint akkor az Action for Democracy is tudta, hogy nem feltétlenül élnek úgymond törvényes eszközökkel itt a kampányfinanszírozás kapcsán? Messziről fogok indítani, nem meg fogunk érkezni ígére. <laughs> uh, onnan indítanék, hogy a választásoknak a befolyásolása az korábban egyfajta állami, leginkább nagyhatalmi monopólium volt, ugye hogyha visszagondolunk itt a elmúlt évtizedek, vagy akár évszázadok történelmére, akkor jellemzően ezek nagyobb hatalmak próbálkoztak azzal, hogy más országoknak a belügyeibe beavatkozzanak. Aztán... Uh, globalizációnak köszönhetően megjelentek nagy vállalkozások ezen a téren, és azt lehet mondani, hogy most már ott tartunk, hogy ez már szinte egy, egyfajta franchise. Ez egy választás befolyásolási franchise. Amiről meg most beszélünk, az tulajdonképpen egy soros franchise. Az, hogy érkezett pénz közvetlenül vagy közvetett módon Soros Györgytől, vagy a családjától, az majd, hogy nem mindegy, mert tulajdonképpen a kaptafa az ugyanaz, a, ugye a Soros a hálózat az, amely ezt a franchise-ot vállalati szinten, idézőjelen mondom, vállalati szinten létrehozta. Ez a vállalkozás az arról szól, hogy óriási összegeket tudtak begyűjteni nyilván gazdasági tevékenységből, sokak szerint trükközésekből, és ezt, ezeket az összegeket felhasználva, ők felhatalmazva érezik magukat arra, hogy akkor beleszóljanak politikai folyamatokba, mert hogy ők jobban látják a világot, mint ahogy mondjuk egy országnak éppen a választó polgárai. És ugye ehhez keresnek eszközöket, és ehhez keresnek partnereket. És az ilyen helyzetben, azért mondom, egy franchise, mert ő egyre inkább látszik, hogy terjed el, most ezt éppen Action for democracy hívják, a következőnek majd lehet, lesz valami másik neve, ne legyen illúziónk, pillanatokon belül ki fognak találni újabb és újabb ilyen megoldásokat. A cél az az, amit a soros hálózatnak egy munkatársa, a talán másfél évvel ezelőtt kiszivágott videóban elmondott, hogy azokban az országokban, ahol a kormányokkal elégedettek, mert egy platformon vannak, szellemileg, politikailag és mindenféle szempontból, ott nyilván nem kell különösebben semmit se tenni, ha valami probléma van, akkor hát akkor fájtlat rá. Azokban az országokban viszont, ahol a kormány nem fekszik nekik, nem szimpatikus, ott ha bármilyen eredmény van, legyen akár ez gazdasági eredmény, politikai eredmény, társadalmi eredmény, ezekre nem szabad fókuszálni, sőt, ezekkel szemben kell fellépni, és azt kell mondani, hogy amit csinál a kormány, az rossz. Ez volt az elméleti része, a gyakorlat része pedig az, amit azt lehet mondani, hogy Európában, Magyarországon, Lengyelországban, itt a Felkomba hallhattuk Brazíliában, évek óta, a, talán már több mint tíz éve lehet élvezni vagy érezni, ezt mindenki döntse el maga. Igen, akkor érkezünk oda a korányi Dávod felvetéséhez is, hogy euh, akkor ezek szerint ők pontosan tudták, hogy mit tesznek. Tehát ugye azért kérdeztem ezt, hogy az ő szavaiból az derül ki ebből a videóból, hogy, euh, hogy tudatában voltak annak, hogy nem feltétlenül valószínűleg szabályos ez a dolog, ezért is nem reklámozzák, hogy ő fogalmaz ezt a dolgot, hogy civil szervezeteken keresztül gyakorlatilag, de csak politikai pártokat finanszíroznak külföldről. Hát nagyon nehéz elképzelni azt, hogy ők ne lettek volna tudatában annak, amit csinálnak, főleg amikor ekkora összegeket mozdítanak meg, és egyértelműen körülhatárolható célnak az érdekében. Ugye voltak bizonyos jogi kiskapuk, amit azóta a jogalkotók igyekeztek és igyekeznek lezárni, amik erre a lehetőséget megteremtették és lehetőséget adtak erre a dologra. A titkoláshoz nyilván az összefügg azzal, hogy nem szerették volna, hogy egyrésztről, a, most Magyarország esetében nyilván az országülés erről információ szerezzen, és hogy világos lenne, hogy hogyan működik ez a szervezet, mert akkor hamarabb lezárta volna ezt a kiskaput, mondvá, hogy kívülről, külső országból, meg külső pénzügyi szereplők ne szóljanak bele a választásokba, mert az mégiscsak a, a magyar választópolgároknak a döntésének kell lennie. Viszont azért azt is látni kell, hogy ez a hogy azért is Mondta, hogy mondhatta azt. Egy több, több értelmi mondat, hogy nem, nem akarják ezt kimondani, mert ez mondjuk lehet, hogy a, azokat a választópagárokat, akik az ellenzékkel szimpatizálnak, vagy bizonytalan választópagárok is gondolkodnak, hogy a kormány vagy az ellenzék között válszanak, eltántorítaná attól, hogy az ellenzék mellé álljanak, mert azt mondanák, hogy ez nem egy feljáték, ez nem tisztességes, hogy kívülről külső eszközökkel, külső pénzekkel, külső információkkal próbálják meg befolyásolni a magyar belpolitikát, ami alapvetően belső politikai folyamatoknak az eredménye ke képen kellene, hogy kialakuljon. Maradt még kettő percünk, egy picit beszéljünk, mert itt a beszélgetés elején említette, hogy mi a receptje tulajdonképpen ennek a, ennek a dolognak, hogy hogy működik ez az Action for Democracy, vagy ez a szervezet, amely megpróbálja befolyásolni is beavatkozni valahogy a, a bizonyos országok politikai e, működésébe, hogy ugye a mandiner.hu között arról egy cikket, hogy milyen sok országban próbálkoztak ezzel. Most négyet sorolok fel, hogy itt Brazília, e, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország. Ugye négyet sorolok fel, ebből kettőben Kettő sikeres sütjel. volt, úgymond, és kettőben pedig nem. Mi azon, hogy... Vagy mi múli, hogy tehát, e, Min múlik az, hogy melyik országban volt sikeres, és ugye mondjuk Brazíliában vagy Lengyelországban sikeres, és mi azon, hogy egyes országokban nem, így Magyarországon vagy Szlovákiában. Én azt gondolom, hogy az adott politikai környezeten, az adott politikai játékszabályokon, meg a társadalomnak az immunitása, és a társadalomnak az immunitása nagyban függ attól, hogy megfelelő információra rendelkeznek -e erről. Magyarországon azért nem járhattak sikerrel, mert a választó polgárok Magyarországon hosszú ideje tisztában vannak ezekkel a trükközési módszerekkel. Valószínűleg nem lepte meg széles körben az embereket, hogy ilyen típusú dolgok vannak. Azokban az országokban meg sikere járhattak és járhatnak, ahol ez relatíve újnak számít, mert eddig mondjuk nem próbálkoztak ilyen mélységben, vagy legalábbis ennyire feltűnően és ekkora összegekkel, hasonló befolyásolással, meg hát nyilván ugye például Lengyelországban, a, a konkrétumot is mondjak, ott azért egy kicsit más a, a politikai paletta. Ugye mind a mai napig érdemes emlékeztetni, hogy a választást ugye nem az a formáció nyerte, amelyik most Lengyelországot irányítja, hanem ők tudtak többséget alkotni, tehát a lengyel emberek nem arra szavaztak, nem azt mondták, hogy ők ezt tudják támogatni. Ar azzal kapcsolatban se legyen hogy ez a meccs ez folytatódni fog. Ahogy mondtam, ez egy franchise, most mindegy, hogy soros hálózatnak nevezzük, Action for democracy vagy bármilyen más néven. Ezek a folyamatok ezek folytatódni fognak. Közelik az európai parlamenti választás, közelik az önkormányzati választás. Ilyenekből lesz nem egy még valószínűleg, nem csak nálunk, más országokban is. Póca István, köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Köszönöm szépen.